Ez a Maja meséi. Az a helyzet, hogy nekem arra kell rájönnem az évtizedek során, hogy én igazándiból nem vagyok az a törölmetszett zenész. Talán sosem voltam, de hogy összességében most azt kell éreznem, hogy én alapvetően inkább egy kreatív ember vagyok, akinek a kezébe legelőször hangszert adtak. Megcsináltam azt, amit ebből csak tudtam. És aztán közben egyéb eszközök is jöttek, és itt ugyanolyan jól érzem magam ebben a környezetben, ugyanannyira lelkes vagyok, és izgatott, és hajt az alkotási vágy. Egyetlen egy dolog van, ami nagyon más, a feedback lassabban jön, hogy hogy mondjam. A visszajelzések. Igen. Akkor nincs taps közvetlenül. De például az nagyon érdekes, hogy most az első saját kiadványunk született meg idén, ez a Küvé nevű játék, mi vagyunk maga a kiadó is, kicsit olyan, mint hogy nyitottunk volna egy boltot, és tök izgalmas, hogy amikor valaki vesz egy játékot, az kvázi becsönget ugye egy üzenet formájában a feleségem telefonjára. Tulajdonképpen ez valamiféle taps. Ez a Maja meséi.